Jaj, üdvözlöm, Darkside, kiszakadtam a mikrofonos székemet. Szuper. Nos, tegnap beszélgettünk, azt hiszem YouTube-on, Sándor, nagyon szépen köszönöm neki, küldött linkeket, azt hiszem, hogy mindjárt mondom, milyen videómra, amiben megemlítettem ugye ezt a projektfajta késeket, hogy 50 ezerbe kerül, meg milyen drága, meg milyen szép, meg milyen jó, de kicsit szerintem túl van árazva, nyilván benne van az, hogy a mester szaktudása, a nyersanyagot, hogy beszerez, ez mind teljesen oké, viszont mutatott ellenpéldát is, tök jó, küldött, és lehet, hogy majd egyszer fogok is olyan rendelni. Érdekes volt, mert pont N690-es frame-ből, amit igazából egyedül eddig az Foxitalinál láttam, hogy csinálják a taktikai, illetve az ilyen komolyabb késeket, ugye a Nimro Star kése is például, ugye a Foxita is, karambitok is például ilyen anyagból vannak, és ez a mester is ezt használta, és sima fejesből görbes bicska, markolata az valami csó, nem tudom most pontosan, annyira az nem érdekelt, inkább maga az anyaga, és tehát 690-esből volt, nagyon szépen megfogalom, szintén művészi alkotás, de azért jó anyagból is volt, és 15 ezer forint volt. Tehát nem olyan elérhetetlen igazság szerint, és ebben benne van az a szaktudása, benne van az, hogy ugye beszerezte az anyagot, benne van a profitja, és benne van az, hogy nagyon szépen, tényleg nagyon igényesen, szépen faragás volt benne, amit el tudsz képzelni mindent, és én is azt mondom, hogy jól nézett ki, pedig én ugye általában inkább ezeket a modern zsebkéseket szeretem. Mutatott ellenpéldát is, valami... Sajnos a neveket nem tudom megjegyezni, elnézést, tehát valami, mit tudom én, a késpengék.hu, vagy mit tudom én, hol volt, ahol valami nagyon híres mester volt, és pont az első penge, ami volt, sima, egyszerű, nem nagy, körülbelül még a fejlőbőrben is kisebb, ilyen hülye szivárvány színe volt, és 140 ezer volt. És én néztem, hogy hát igen, ez tényleg jó ellenpélda volt rá. Megnéztem, nyilván valami különleges anyagból volt, de nem annyira különleges, illetve a markolata is, mit tudom én, elefántcsont, vagy azt tudja, milyen anyagból volt. És ugye sose én nem értettem, és mindig ezzel szoktam ugye a prémium pengéknél, meg az ilyeneknél harcolni, még legalábbis régebben az emberekkel, hogy a prémium pengéket megértem még, mert ott benne van az, hogy használata, a G10 markolat, tehát hangsúlyozom, modernekre gondolok, tehát az ilyen flippers, meg folderes, meg ilyen kinyitós, nem feltétlenül a bicskákra. És ugye mondjuk sokszor mondták, hogy ezek már művészi alkotások, most a bicskákra térek vissza, csapongok itt. És azok az értéke, tehát az esztétikai, tehát a magyarság, az ilyen értéke az, ami olyan kurva drága van, de nem feltétlenül az, hogy most milyen filmből, milyen markolatból volt, de az is dob rajta, nyilvánvalóan. És sokáig nem voltam kibékülve ezzel, hogy mi a faszomért zavar engem ez, hogy hát művészi alkotás, ez olyan, mint egy nagyon értékes festmény például. Tehát tök jó, azzal se tudsz mielni, fölteszed és nézegeted, és ugye idővel nő az értéke, vagy hogyha ilyen Ripronai, vagy Picasso, ilyen nagyon értékes festőktől van, természetesen az egy ilyen befektetés is. És utána rájöttem tegnap egy ilyen felvillanásomban, hogy azért nem szeretem őket, vagy azért nem tudom talán inkább elfogadni úgymond az ilyen alkotásokat, tehát kifejezetten a késsel kapcsolatosan, mert a kés bármilyen szarul van megcsinálva, bármilyen egyszerű, bármilyen rossz fémből van, akkor is egy halálos eszköz tud maradni, egy szerszám, egy eszköz, egy gyakorlásra alkalmas eszköz, teljesen mindegy. Tökéletes példa erre például a díszkardok, dísztörők, amit tudjátok kifejezetten a fal. Lehet, hogy rozsdamentes acélból van, és lehet, hogyha egy igazival találkoznám mondjuk egy csatában, akkor Pripityára törne az első ütéstől, ez mind benne van. De attól még ugyanúgy lehet kurva éles, ugyanúgy tud szúrni, ugyanúgy tud vágni. És tehát akkor is egy eszköz marad, amit nem lehet megcsinálni úgy, hogy egyszerre ne legyen mondjuk idézőjelben életveszélyre, tehát életet veszélyeztetni ne lehessen vele. Tehát gondolok itt arra például, ha mondjuk extrém, csinálnak egy, ugye, mondjuk egy, mit tudom, egy AK-47-est aranyból. De úgy csinálják meg, kifejezetten ugye, mit tudom, valami hülye rendelésére, hogy tartóra, és ugye az AK-47-esnek ugye a belső szerkezete nélkül nem sok értelme van, max agyonverni tudsz vele valakit, mert mondjuk a tömör aranyból van. Tehát abban látszódik, nincs meg benne az a belső funkció, nem tudsz tárat cserélni, csak totálisan olyan pontos formára ki van. Az egy műtárgy, az egy dísz, stb. Tehát
lehet látni esetleg róla, például az eleje ugye nincs kifúrva például, csak a tökéletes forva van megcsinálva. Nem tudod úgy használni, maximum szó szerint, ami szokott a kalambokba lenni, hogy a dísztárgya agyonverik esetleg, és akkor vérformálat rajta, de nem tud. A késté nem tud megcsinálni, ki tudod önteni aranyból a kést, persze, de akkor is lesz egy hegye, akkor is lesz éle, még hogy tompára csinálod akkor is, és akkor is simán bele tudod valakibe szúrni. Tehát teljesen mindegy milyen. A tökéletes példa erre, sőt kettőt is mondom, minden, ugye az épkészletek. Az emberek érdekessége, hogy csak az ilyen éles késekre, meg ugye vadász, meg folderes, meg ilyen mondják, hú, hát ez veszélyes. Annak ellenére, hogy a konyhában biztos, hogy mindenkinél van legalább egy, mint egy szedvicskenő, vagy ez a, tudjátok, ez az életlen alumínium szarkés, amivel épkészlet gyanánt, ami fél órát vágod vele a kemény rántott hús, mire elvágod, de akkor is elvágod. Azzal is lehet ember tölni, és bele se gondolnak. Tehát megfogod, beleszúrod a szemén keresztül az agyába, nem fog sokat ugrálni az ember. Vagy akár szíven szúrhatod vele. Nem egy egyszerű munka kibeleszheted, az még nehezebb munka lesz, tetejében kurvára fáj a másiknak, de megoldható vele. Tehát azzal akkor is teljesen mindegy, milyen ótvar szarfémből van akkor is. Lehet, hogy eltörik közben, tök mindegy, akkor benne ragad a késnek a hegye, az se rossz. A másik pedig az, ilyen, tízem, hogy jött-e valaki. A másik ilyen példa, például... Elméles valaki mindig közben szól, mert mindig közben jön. Na tehát azt akartam mondani a másik példában, hogy ez pedig például a mi han, illetve hangya gyakorló késünk, aminek egyáltalán nincsen éles, sőt olyan a kiképzés is, hogy ne legyen éle, tehát tompa az egész, viszont egy ilyen gyakorlások során mindig úgy jövünk haza, hogy ilyen, mintha vágásnyomok lennének rajtunk, de már mondjuk begyógyultak, ugye már csak a piros heg maradt utána. És ez csak egy sima fém darab hangsúlyozó. A másik, például, amit én magamon éreztem, ez egy tompa, még hegye sincs nagyon, tehát az is lekerekített mindenképpen, viszont volt egy olyan gyakorlat, amit én rosszul csináltam, és ezt önszerűen megmutatta nekem. Annyi volt a feladat, hogy közvetlen közelről, körülbelül ilyen távolságról, ugye a hirtelen kitérést gyakoroltuk késsel, hogy valójában milyen gyors a kés, és ezt élesben, tehát élő való gyorsaságban mutatta meg nekem, ez volt a feladat, ami kitérjek. Ugye elsőnek mindig bajon ezek az ember, gyomrába kapta. Kettő ilyet kaptam, és a kurva anyját úgy megéreztem, hogy szerintem egy nap, két nap múlva is még éreztem itt olyan vizet, és tényleg lila folt volt, pedig tompa kés volt, hegyesen volt, és mégis érezhető. Tehát egy ilyen tompa kés, és nyugodtan meg lehet, más nem nagyon versz valakit vele. Tehát ugyanúgy lehet nagyon komoly sérüléseket lenni, teljesen mindegy milyen szar, mint mondtam, fém, markolat, stb. Mindegy milyen. Ezért nem tudok igazából úgymond műalkotásként, tehát talán inkább az óvatosság miatt nem tudok műalkotásként gondolni így egy késekre. Tehát nagyon csodálom, nagyon szép, tényleg elismerem a munkáját, de mindig azt nézem rajta, hogy akkor most hogy tud vágni, hogy tud szúrni, mennyire tartós a markolata, tehát mindig ez jön be automatikusan nekem ezekkel kapcsolatban, mert nem tudok rá, nem tudom, még ha kiteszed a vitrínbe, akkor is általában élezve kapod meg, helyesen kapod meg, tehát simán egy emberi életkioltására tökéletesen alkalmas fegyver, még ha csak falra kitevő cucc is lenne, az, aki kurva drága szerintem, tehát az a meg a másik. Tehát baszottul veszélyesek, és ezt nem lehet olyan csinálni, ami nem veszélyes gyakorlatilag. Tehát teljesen mindegy, hogy tompa vagy nem tompa, akkor sem. Tehát míg a fegyvereknél, ugye, ha nincs meg a belső szerkezete, gyakorlatilag használhatatlan, hiszen úgy lövik ki a golyót, hogy tárad, és se tudod, meg nincsen benne a kilövő, meg elsütő szerkezet. Tehát úgy van kiöntve, már látszik, és ez tényleg csak egy eszköz. De még úgy is veszélyes lehet, mert a kinézetre. De egy késnél az tudod, tehát amikor csak egy rúd is van, ahhoz is tudsz szúrni, ütni. Főleg, hogy annyi kell, hogy csak kihegyezed, vagy egy kicsit letöröd a végét. Vagy hogyha például a kés vagy kar, teljesen mindegy, hogy melyiket veszünk, mert ugye a kard is csak egy hosszú kés. Ha letörik, ugye tételezzük fel, mert rossz minőségű. A törött részek, azok is még a letörő rész is a szemedbe mehet például, ha harcnál van, akkor ugyanúgy a töredezett részek is még ugyanúgy tudnak vágni. Az alsó penge, ami megmaradt a késnél bármikor is, az is ugyanúgy tud vágni. Tehát attól még, hogy eltört egy kés, attól még ugyanúgy lehet vele szúrni, ugyanúgy lehet vele harcolni, nyilván rövidebb lesz, nyilván, ha csak a markolata van, az is egy kemény, de nyilván az már nem annyira veszélyes, az nem tudsz úgy vágni, viszont oda tudsz is hozni elég keményen. De ha a pengének akár csak egy kis darabja is megmarad, az is képes arra, hogy hát a sziké például, az a snitzer, az is gyakorlatilag mi pár milliméter van gyakorlatilag, ami effektív használsz, a többi ugye benne van magában a markolatban, az is csak egy pár millimétert használ, és úgy vág, mint a húzat, tehát azt használják általában ilyen ládák, meg bármi kinyitással, és akkor ha ugye tönkre ment a hegye, van idő, lepattintják és kész, és az is milliméterek, hány milliméterre van beosztva, valaki biztos tudja, mint a 3-4 milliméterre van beosztva, tehát az is picsányi hegy. Tehát akkor is olyan kurva veszélyes, hogyha végighúzzál a kezedet, simán fölvágnál.
és ez ugyanúgy lehet egy törött kés is például. Nyilván nem olyan szabályos, nem olyan jó, nem olyan izé, de hát akkor is bazd meg, az is egy kés marad, teljesen mindegy. Sőt, szerintem, hogyha a tompa kés mondjuk eltörsz, akkor még veszélyesebb, hiszen a tompa részét úgymond letöröd, és akkor egy lehetséges, hogy a hegyes rész megmarad, tehát minimum a felső részén, illetve az alsónál ott egy hegyes rész megmarad. Vagy inkább keletkezik az ilyen tompák, tehát szerintem kibaszottul veszélyes, és ezért van az, hogy nem tudok így úgymond műtárgyaként, vagy hasonlóként gondolni rá, mert akkor is a kést látom benne, hogy ez bazd meg, ez ölni tud, ez veszélyes, ez milyen lehet a markolata tetejében, ha jó fémből csinálják meg, szuper markolattal például, akkor majd aztán baszd ki, ez egy komoly harci kés is lehet akár, vagy bármi másik, teljesen mindegy. Az, hogy most mivel csinálják, meg hogyan csinálják, meg az már részletkérdés, de én igazából ezért nem tudok úgymond ezeket úgy, talán elfogadni, sőt az áraikat is, mert én mindig az alap, hogy is mondjam, az alap dolgot látom benne, amire készültek, ugye vágásra, szúrás, esetleg önvédelemre, tehát ez is az mind megvan, ezt nem tudnak változtatni rajta teljesen mindegy milyen anyagból, vagy hogyan, vagy milyen formára, akkor is megmarad benne ez az alapfunkciója. Míg a fegyvereknél, van is az önlő fegyvereknél, vagy hasonlóknál, úgyhogy lehet az, hogy csak kiöntik formára, és nem lesz akkor veszélyes, mert nem tud lőni gyakorlatilag, tehát ez főleg a lőfegyverekre igaz. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szeretem volna, császlom.